Kell még voltak? El tudja mondani, hogy miért vannak most itt? Igen, azért jöttünk mi ide, mert ezzel a demonstrációval is meg akarjuk mutatni, hogy nem tudunk egyetérteni azzal a törvénykezési formával, ami ebben az országban jelenleg folyik. Nem tudunk egyetérteni azzal a törvénytervezettel, amit a munkatörvénykönyv módosításaként benyújtottak, egyéni képviselőindítványként, és nem tudunk egyetérteni azzal, ahogy a munkavállalókkal a jelenlegi hatalom bánik. Lesznek még máshol útlezárások az országban? Így van, lesznek még. Ez most a negyedik alkalom. Volt már Veszprémben, Győrben, Pécset, sőt talán Debrecenben is. Nyíregyházáról is tervezik valamikor, és több városban is, ahol folyik most az engedélyeztetési eljárás. És meddig lesznek most itt szolgálatok? Itt most ez egy két órás. Az útlezárásra. Gyertek, mentem, mert azért baleset veszélyes, úgy mindjárt szólni fog a rendőr. Az útlezárásra ide jött a hallgatói szakszervezet is, és igen, szóval el tudod mondani, hogy miért vagytok itt, és hogy kik vagytok? Igen, tehát a hallgatói szakszervezettel vagyunk itt. Budapestről jöttünk, hallgatók vagyunk az egyetemeken, kint voltunk szombaton is, tüntettünk a szakszervezetekkel, ma is itt vagyunk, támogatjuk a szakszervezeteket a rabszolgatörvény elleni tüntetésekben, és a következő akciókban is ott leszünk. Okay.
are being covered by Victor. You're trying to block our message. You're discussing who is the infiltrator. Yeah. A rabszolgatörvényről? Bányából. Több száz tonnás gépszerkezeteket gyártok. És ön szerint el fogják fogadni? Szerint mit a törvény? Természetesen. Ha kell, megbénítjuk az országot. De megyünk. Hát, ha szeretném. Csak... megyünk. Bentől is lesik. Bentől is nézik. Tonikám akarta valamit mondani. Hát én nekem már sok hozzáfűzni való nincs. Hol ott alakul a kocsiból is. Igen? Igen? Igen, figyelni kell. Az a helyzet, hogy ezt mindenkit érint így vagy úgy, mert ha közvetlen nem is őket. Hát a vállalkozót nem érint. Ja, hát... az építési vállalkozót. Jó. Annak is vannak rokonai, annak is vannak rokonai. Úgy érinti, hogy nem tudja csicskáztatni az embereit. Ja, hát igen. Igazán, hogy mit kell csérít, mert akkor nem megyek olyan helyre dolgozni, ahol ez volt. De viszont a gyerekeimet érinti, hiszen hát azért mondom, hogy így vagy úgy érintik az ember. Nem tudod, milyen helyre mész. Honnan tudod, hogy hol tudom is dolgozni, hogy éppen mit várnak el tőled. Előre sose tudod.
Így van, oké, rendben, szia! Mit terveznek, hogyha elfogadják a törvényt szerdán? Akkor felmérjük azt, hogy a munkavállalókban megvan-e a hajlandóság valóban arra, amit most úgy érzünk, hogy megvan, hogy egyre keményebben és egyre szigorúbban követeljük, hogy a törvényt vonják vissza, és tárgyaljuk újra az egész ha kell az egész munkatörvénykönyvét. Amennyiben ez a felmérés azt mutatja, hogy igen, akkor ahogy mondtam, akár ipari területek lezárása, akár egy országos sztrájk lehetősége is benne van most a levegőben. És úgy érzi, hogy van támogatottsága ennek a munkások között? Jelen pillanatban mindenképpen. Ezt egyértelműen érezzük a visszajelzésekből. Meglátjuk, hogy ha nem térnek jó belátásra, vagy jobb belátásra a tisztelt képviselők, akkor mi lesz? És mit gondol arról, hogy a rabszolgák ne legyenek a magyar munkavállalók, de hogy a Németországban elérték, hogy 28 hetes legyen a munkahét, és hogy ennek mennyi a realitása mondjuk Magyarországon? Előbb-utóbb a realitás el fog jönni, mert a technológiai fejlődés az azt fogja eredményezni, hogy nagyon sok munkahely, pozíció az már gépek számára lesz pozíció, nem emberek számára, de ez egy kicsit még odébb van. Az érdekes, hogy a törvénytervezetnek az indoklásában viszont benne van az, hogy a nyugat-európai és főleg a német példához hasonló rugalmas munkaszabályozást szeretne a törvényalkotó, és lám-lám, igen, Németországban 28 órára is le lehet vinni a munkaidőt, tehát egy egészen elképesztő cinizmus vagy szakmaiatlanság, nem tudom melyik. De mindenképpen egy borzasztó nagy fals történet, hogy erre hivatkozik. Egyébként pedig a 3 éves munkaidőkeret is ugyanúgy egy nagyon komoly probléma. Rendkívül sok emberi és technikai kihívással jár, és ott is a 2008/33 LK irányelvvel ellentétes. Tehát egyszerűen nem is értjük, hogy mire hivatkoznak. Ráadásul a munkáltatók azt mondták, nem ők kérték, a Német Iparkamara elnöke elítélte, a német munkáltatók kijelentették, hogy nem ők kérték. Akkor ki kérte? Mi szakszervezetek nem kértük. Ilyen ostobaságot, hogy többet akarnak dolgozni az emberek, ilyeneket mi nem mondunk. Mi azt mondjuk, hogy az emberek többet akarnak keresni. Ezt érteni kellene annak, aki egy olyan törvényt alkot, ami a munkavilágáról szól. Úgy tűnik, nem érti. És úgy gondolom, hogy összehozta ez a magyar szakszervezeteket, akik eddig más állásponton voltak? Most mindenképpen igen, egy platformon vagyunk ebben a kérdésben.
szó? You said you brought a lot of food, right? Mert meg kell szakítani akkor a demonstrációt, ha nem tartjuk be a szabályokat, jó? A szabályok vannak, ezeket elmondtuk, és megkérik önöket, hogy ezeket tartsák be. Azért, mert hogyha... Ja, most megy is a kamera. Azért van erre szükség. A saját biztonságunk érdekében, illetve felelősségünk van a kereszt betartásáért, és legjobban én vagyok a felelős, mert én vagyok a szervezője ennek a... Mit gondol Szolnokon, milyen a visszhangja a törvénytervezetnek, és milyen a hangulat a dolgozók között? A december 8-ai demonstráció, a központi demonstráción Szolnok és térségéből 110-120 fő ment föl. Nem tudtam biztosítani buszokat, mert nem volt. És ezért egyéni úton személygépkocsival, illetve vasúttal közelítették meg. Találkoztam, én is vasúttam, tehát a MÁV-val utaztam. Nagyon körülbelül a Szolnokról indulók és érkezők, azok kétharmada vasutas volt, és találkoztam is velük a vonaton. És együtt is jöttünk haza a vonattal. Martfűnről is van egy a BDS-nek egy alapszervezet, ott egy kis busz sikerült szerezni, és ők mentek egy kis busszal, és akkor innen Szolnokról a Vasasból jellemzően mi mentünk, a mi alapszervezetünk, illetve mondom, jellemzően a vasutas szakszervezet aktivistái vettek részt a december 8-án. Hát az időrövidsége miatt ők nem tudnak, a szervezés időrövidsége miatt nem tudtak mozgósítani úgy, mint ahogy december 8-án nekik sikerült. Végül is She was with, she hold one of the
yellow vest, can you burn some tires or it would help? I don't know. You know. Just set the mood. Yeah. Valahol fél lesz majd? Valami? Vissza lehet majd nyírni?